A szocialista politikusa a Die Welt című német lap mai kiadásában megjelent interjúban a pénteki pozsonyi uniós csúcs találkozóval kapcsolatban kiemelte, hogy az EU jövőjéről Nagy-Britannia részvétele nélkül tartandó tanácskozást az unió történetének legnehezebb időszakában rendezik meg. Az EU elbukhat nem abban az értelemben, hogy az uniós intézmények hirtelen megszűnnek, hanem olyan formán, hogy belsőleg összeomlik, fejtette ki. Jean Asselborn szerint Magyarország okozza a legnagyobb aggodalmat, mert ott egyre hosszabb, magasabb és veszélyesebb a menekültek távoltartását szolgáló kerítés. A magyarországi Kvóta referendumról szólva a luxemburgi külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szavazás eredménye természetesen Európa ellen szól majd. Az EU alapértékeinek súlyos megsértése elfogadhatatlan, ezért ideiglenesen vagy szükség esetén végleg ki kell zárni az EU-ból az olyan tagállamot, amely elüldözi a háborús menekülteket, megsérti a sajtószabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kvóta elhibázott és szükség van a kerítésre, mert a migrációs nyomás növekedni fog, mondta Orbán Viktor, magyar miniszterelnök tegnapi napirend előtti felszólalásában a budapesti parlamentben. Rámutatott arra, hogy az október másodikai kvótareferendum nemzeti ügy, melynek az ideológiák és a pártok felett kell állnia. Pozsonyban is fel fogok lépni a naív és veszélyes bevándorlás politikával szemben, és helyette reális, valóságismereten alapuló, erőt felmutató, önvédelmi migráns politikát fogok javasolni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy látom, hogy nem vesztegethetjük tovább az időnket, mindenki láthatja, hogy Európát korábban nem látott méretű népfándorlási hullám sújtja. Az a politika, amit most folytat Brüsszel, civilizációs katasztrófához fog vezetni. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a luxemburgi diplomácia vezetőjének jelentésére a következőképpen reagált. Eddig is tudtuk, hogy Jean Asselborn komolytalan figura. Látszik, hogy csak néhány kilométerrel lakik Brüsszeltől, kioktató, nagyképű, frusztrált. Szögezte le Szijártó. Az osztrák és a német külügyminiszter utána a lett és a litván diplomácia vezetője, valamint a cseh miniszterelnök és az államfő is visszautasította Jean Asselborn felvetését, miszerint Magyarországot ideiglenesen vagy véglegesen ki kellene zárnia az EU-ból.